Sok szabályt kell betartanunk vásárlás közben a boltokban a járványhelyzet következtében. Az ünnepek előtti roham idején mindez nem egyszerű küldetés, az egyre nagyobb tömeg pedig könnyen felszíre hozhatja a problémákat. Erre felkészülve intézett kérést a vevők felé az Országos Kereskedelmi Szövetség. A legfontosabb pontok, hogy ne az utolsó pillanatra hagyják a karácsonyi vásárlást, és ha lehet, egyedül menjenek vásárolni. Érdemes megnézni, melyik üzletben mikor van a csúcsidőszak, ezt az időszakot pedig elkerülni. A helyes maszkviselésre a zsúfolt helyeken még jobban oda kell figyelni, ahogy a másoktól való biztonságos távolság tartására is. Ha ez nem megoldható, célszerű később visszamenni. Mindeközben a kereskedők részéről fontos, hogy a meghozott intézkedéseket be is tartassák, a kézfertőtlenítésre, maszkviselésre pedig figyelmeztessék vásárlóikat. Előfordulhat főleg az ünnepek előtti napokban, hogy csak annyi bevásárló kocsit kosarat tesznek ki, ahány vásárló könnyen tud mozogni az üzletben. Ugyanakkor ez azt is magával vonja, és erre élő példával is találkoztunk, hogy a ilyen esetben az üzlet előtt áll a sor, és ott nem tartják be a vásárlók a távolságtartást. Vannak olyan távközlési szolgáltatók, ahol ha valaki nem tudom sorszámot húz, és megadja a mobiltelefonszámát, akkor sorra kerülés előtt például kap egy SMS-t, és nem kell neki sorba állni az üzlet előtt, hanem elmehet távolabbra, más ügyet intézhet esetleg, és szólnak egy pár perccel azelőtt, hogy ő sorra kerül. Sok helyen több eladót és pénztáros árufeltöltőt vetnek be karácsony előtt, van, ahol pedig a vevőszolgálatokat is megerősítik a napokban. A biztonság jegyében egyre gyakoribb az üzletekben a padló matricák felragasztása, a megfelelő távolságtartás segítése érdekében, ahogy az érintésmentes fizetési lehetőségek biztosítása, akár olyan módon, hogy a készpénz is érintésmentesen tudjon gazdát cserélni. Miközben kreatív megoldásokból egyre több van, az általunk megkérdezett ügyfélélménymenedzsmenttel foglalkozó szakember úgy látja, tavasszal mind a kereskedők, mind a vásárlók sokkal fegyelmezettebbek voltak. Most sok esetben tapasztaltuk azt, hogy hiába van kitéve mondjuk a kézfertőtlenítő, nem használják a vásárlók, ugyanúgy tömeg van az üzletbe, beengedik a sok embert, csúcsidőben tényleg egymás lábára lépnek, annyian vannak. A pénztáraknál se tartják be a távolságot, tehát erre jobban oda kellene figyelni a mostani időszakban, én úgy gondolom. A szakember hozzátette, sokan belefáradtak a szabályok betartásába, így most sokkal nagyobb a kereskedők felelőssége, mint a járvány első hulláma idején.